Három egyházmegye, 3000 ember. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szinte valamennyi településéről érkeztek református hívek szombaton a Continental Arénába. A tiszántúli református egyházmegye térségi találkozóját rendezték, mely egyben a reformáció 500. évfordulójára meghirdetett Hirdesd az igét programsorozat záró eseménye volt. Összesen 75 rendezvényünk volt a püspöki szervezésben, illetve a Hirdesd az igét programban. Úgy gondolom, hogy amikor három egyházmegyéből 3000 ember van együtt, és együtt dicsőíti az Istent, az egy felemelő érzés. Egy kicsit talán megmutattuk magunkat, hogy vagyunk, és nem kevesen itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ez pedig nagy hatással bírt nem csak a református gyülekezetekre, hanem az egész társadalomra is. Éppen ezért, bár most egy időszak lezárul, a jövőben azért számos feladat hárul a református egyházra. Azok a falvak, amelyek az én gondozási területemben vannak, itt olykor kiürülnek, vagy elvándorlás van, de azokért, akik megmaradnak, azokért a hűségesekért még inkább többet kell tennünk, hogy jókedvel, üdelélekkel maradjanak és vállalják ezt a vidéket, ezt a hagyományt, ami a református egyházban eddig megképződött, és ők megkapják mindazt, ami a lelki egészségükhöz fontos. Hogyha elhanyagolnánk őket, és csak azokra figyelnénk, akik elmennek, meg azok miatt szomorkodnánk, akkor nem tennénk semmit. Mindenki fontos a református egyházban, ezért sokféle műfajban kell tudnunk mozogni, és ezt folytatni kell a 500. meg a 450. esztendő után is. A feladatok között pedig most egy templomépítés is szerepel Nyíregyházán. Örökösföldön a görögkatolikus és római katolikus templomok szomszédságában ugyanis egy új református templom épül. Ennek alapkövét tették le szombaton. A városnak ez egy olyan területe, ahol nagyon sok református él, és egyre fejlődő körzete a városnak a lakosság szempontjából is, és már 16 éve van egy református közösség, a Vescsik középiskolában gyűlünk össze minden vasárnap, és eljött az ideje annak, hogy ezen a területen is önálló épülete legyen a gyülekezet közösségének. A templom mellé egy közösségi ház és egy lelkész lakás is épül. A terveket az a Kulcsár Attila készítette, aki a másik két szomszéd templomot is tervezte. A templom és a hozzátartozó épületek közel 350-400 millió forintból épülnek, a munkálatok előreláthatólag 2018 tavaszán kezdődnek.